Szeretettel köszöntöm a tisztelt nézőinket a Lólépésben Sakk magazin 2016. januári adásában. Boldog új évet kívánok mindenkinek, sakkadásban és mattadásban gazdagat. Én Gunyát Zoltán vagyok, a műsorvezető és állandó műsorvezető társam, Varga Péter nagymester, nemzetközi mester. És mindenkit üdvözlök. Mint minden adásunkban, jelen adásunkban is beszeretnénk számolni a megye sakkéletének fő eseményeiről. A legutóbbi adásunk óta forduló zajlott le az NB2-ben, a megyei csapatbajnokságban. 2015. december végén megrendezésre kerültek a megyei egyéni bajnokságok, a Rapid bajnokság, a Villámsak bajnokság és a rendes gondolkodás idejű bajnokság. Ezekről szeretnénk beszámolni. Az NB2-ben a hatodik fordulót bonyolították le 2015. decemberében, két megyebeli csapat érdekelt az NB2 küzdelmeiben, a Tiszavasvári csapata a leendő bajnokkal, a debreceni sakkiskolával mérkőzött meg, sajnos a két csapat közti különbség kiütközött, és a Tiszavasvári nagyarányú vereséget szenvedett, 10-2-re kapott ki a debreceni sakkiskolától, ami azért papírforma szerinti eredmény, tehát szó nem érheti a tiszavasvári sakkozókat. A tiszavasvári csapata így a hetedik helyen várja a folytatást, februárban folytatódnak az NB2 küzdelmei. A nyíregyházi sakkiskola, a másik megyebeli csapat, a Nádudvar csapatával mérkőzött meg, a papírforma nyíregyházi sikert ígért, ami be is következett. A csapatunk a 7,5-4,5-re tudta legyőzni a Nádudvart, ami szép eredmény, de akár több is lehetett volna. Én titkon, mint csapatvezető, nagyobb arányú győzelemben reménykedtem, de ezt is meg kell becsülnünk. A megyei csapatbajnokságban 10 megyebeli csapat játszik, és a harmadik forduló lebonyolítására került sor január 18-án. Születtek megdöbbentő és kevéssé megdöbbentő papírforma szerinti eredmények. A Kisvárdával, az egyik talán legerősebb csapattal mérkőzött meg a nyíregyházi sakkiskola második csapata, és a papírformát felborítva a nyíregyházi sakkiskola minimális arányú győzelmet aratott, 5,5-4,5 arányban tudott győzni, noha minden táblán magasabb értékszámú játékost állította ki a kisvárdaiak. A Balkány a Nagyhalásszal mérkőzött meg, a két megyebeli kisvárosnak a csapata a küzdelem 6-4-es balkáni győzelmet hozott. A Piremon első csapata, ugye egy komplett NB2-es csapata, Vajával mérkőzött meg. Itt kiütközött a két csapat közti erőkülönbség, a Piremon 10-0-ra tudta legyőzni Vaját, ami nyilván nagyon kellemetlen élmény a vajai csapatnak, akik tőlük telhető mértékben ellenálltak és helytáltak. A papírforma sajnos ezt hozta. Óriási különbség volt a két csapat között. A megye egyik legjobb csapata, a Dávid SC, a Nyírbátorral mérkőzött meg. A bátoriak bátran szálltak a küzdelembe, de a Dávidnak a tudáskülönbsége, a klasszisa kiütközött. 8-2-re tudta a Dávid megverni, legyőzni a nyírbátori csapatot. A fehérgyarmati csapat pedig a Piremon második csapatával mérkőzött meg, mind a két csapatban nagyszerű erők állnak rendelkezésre. Ezúttal a fehérgyarmatnak kedvezett a végeredmény, 5,5-4,5-re tudta legyőzni a fehérgyarmati csapat a Piremon második csapatát. Ezek után a megyei csapatbajnokságban három forduló után vezet a Piremon első csapata, tehát a tavalyi évad NB2-es csapata 23,5 ponttal. Második helyen áll a Dávid SC csapata 21,5 ponttal, harmadik helyen a Kispárda csapata 19 ponttal, negyedik helyen áll a Balkány, ami nagyon szép eredmény, 16 ponttal, ötödik-hatodik helyen áll a Fehérgyarmat és a Nyíregyházi sakkiskola második csapata 12-12 ponttal. Ezek után egyéni versenyekre szeretnék rátérni. December 27-én rendezte meg a Megyei Sakkszövetség a Megyei Egyéni Villámsakbajnokságot és a Megyei Egyéni Rapidsakbajnokságot is. A villámsak azt jelenti, hogy mindkét játékosnak 5-5 perc gondolkodás ideje van a parti lejátszására, az időtúllépés természetesen vesztést jelent, a rapidsak pedig 20 perces gondolkodás idejű partit jelentett a bajnokságban. Elindult ezen a versenyen a megyénk és a régió legnagyobb klasszisa,
Péterre nézek, és ezek után a végeredmény ugye papírforma szerű volt, borítékolható volt. A villámsok bajnokságban Péter nagymester győzött, csupán egyetlen döntetlent adott le, 9 partiból 8,5 ponttal kasszírozta az első helyet. A második helyen a nyíregyházi sakkiskola 15 éves ifjú titánja végzett, ugyan Dánielnek hívják, egy igen tehetséges és ambiciózus sakkozó fiatal, nagyon jól ment neki a sakkozás. 18-án egyébként egy tőle 200-al magasabb értékszámú megyebeli kiválóságot tudott legyőzni Kisvárdán, aki egyébként egy nagyszerű sakkozó, inkább nem mondom meg a nevét, Daninak egy nagyszerű eredménye volt ez is, és a villámsak bajnokságon elért második helye is, 6,5 pontot szerzett egyébként. A villámsak bajnokságban harmadik helyen végzett a Tiszavasvári Ese első táblása és csapatkapitánya, dr. Mizik Tamás professzor úr, 6 ponttal. Negyedik helyen végzett a Piremon Esének egy 13 éves fiatal titánya, akiről még nagyon sokat fogunk hallani. Tóth Tibornak hívják ezt a fiatalembert, egy rendkívüli tehetségű kisfiú, akinek az energiáit és az ambícióit, hogyha egy jó edző kellően kordába tudja tartani, akkor előbb-utóbb talán még akár mester is lehetne belőle, de ennyire ne szaladjunk el. Tibike ezen a versenyen bizonyította a tehetségét és a tudását. Ötödik helyen egy másik fiatalember végzett, aki már felnőtt korú, Vitai Tamás, többször nyerte már meg a nyírségi torna B csoportját és a megye sakkéletének egyik közismert alakja. A Rapid Sakk bajnokság 7 partiból állt, és itt is Péter nagymester végzett az élen, egyetlen döntetlent adott le, Mizik professzor urat nem tudta csupán legyőzni. A második helyen végzett Mizik professzor úr, aki 2 döntetlent adott le, és 5 partit nyert meg. A harmadik helyen a Piremonnak egy ifjú tehetsége, a Barnót Róbert végzett 5 ponttal. Holtverseny alakult ki a negyedik, ötödik helyezettel. A negyedik helyen a nagyhalász első táblása Kovalcsik Zoltán végzett. Ötödik helyen pedig a Fehérgyarmati Sakklubnak a meghatározó játékosa első táblása, az ifjú Barta Gábor, úgy szintén 5 ponttal. Decemberben megrendezésre került a megyei egyéni bajnokság is, ahol Péter nagymester nem tudott részt venni, nem tudott játszani, hiszen ő főbíróként, Péter Fide bíró is, főbíróként vezette le a versenyt, és így mesterek nélkül zajlott le az egyéni bajnokság. Óriási küzdelmet hozott a megyei egyéni bajnokság, az első 4 helyezett között holtverseny alakult ki, és a Buholc értékelés döntött. Természetesen mind a 4 helyezett bizonyította, hogy milyen nagyszerű sakkozó. A Buholc értékelés azonban a megyénk egyik közismert és az adásban már rendkívül sokszor megjelölt és híresztelt sakkozó végzett. Lengyel Lászlóról van szó, aki magabiztosan 8 partiból 5,5 ponttal tudta meghódítani a megyei bajnoki címet. A második helyen végzett egy másik nagyszerű sakkozó, a Piremon NB2-es csapatának, most megyei első csapatának egy nagyszerű játékosa, Pozsonyi István, aki az utolsó év sakkozója volt. Harmadik helyen végzett az előbb már említett Fehérgyarmati Barta Gábor, és negyedik helyen egy gimnáziumi matematika tanára, kisvárdai Lakatos Krisztián végzett. Valamennyien 5,5 pontot értek el. A sorrendet, mint említettem, a Buholc értékelés adta meg. Említettem az év sakkozója címet, hogy 2 évvel ezelőtt Pozsonyi István volt az év sakkozója, akkor még létezett a Megyei Sportszövetség, amelyik adta ezt a címet. Én azt hiszem, hogy ebbe az évben, ha még létezne sportszövetség, akkor biztosan Lengyel László érdemelte volna ki ezt a címet, hiszen meg tudta nyerni a nyírségi torna B csoportját is, és a megyei egyéni bajnokságot is. Sajnos a sportszövetség már nem létezvén ilyen címet nem adhat, azonban mint már korábbi adásunkban is megtettük, most is szeretnénk bemutatni Lacinak a sakkművészetét, a sakktudását egy nagyon szép partival, és át szeretném adni a szót Péter nagymesternek. Kérlek, mutasd be a partit. Egy villámpartiát
szeretném bemutatni Lengyel Lászlónak, amit az NB2-es csapat bajnokságban játszott Soros Gábor ellen. Tehát akkor nem villámparti, hanem villámgyőzelem? Igen, villámgyőzelem. Rendes gondolkodás idejű parti. Bocsánat, igen, visszatérve itt igen, ugye a villámbajnokságra és a Rapid bajnokságra. Plusz ugye a rendes játékidejű, ez egy rendes játékidejű ugye parti volt. De azt hiszem, hogy egy szójátékkal élve jól tudjuk, meg tudjuk mondani, hogy Laci a villámgyőzelmet, a villámpartit és a klasszikus gondolkodás, hogy a partit is tudja ötvözni egy partiban. Igen, 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 mindenképp. És hát egy kifejezetten aktív, taktikus partit fogunk látni, ahol Lacinak a játék stílusa egyértelműen kiütközött ebben a partiban, amit ugye az ellenfele szenvedett el, és ugye egy nagyon-nagyon jó parti után én azt szoktam mondani, hogy én akkor is örülök, hogyha veszítek egy ilyen szép partiban. Én nem tudom, az ellenfél ezt hogy vette, de én, tehát ez egy kifejezetten jól sikerült parti volt. Világosan volt ugye László, E4-jel nyitott, D5-tel skandináv védelmet választott a fekete, E5-i D5, huszár F6 következett, amire huszár F3-mal folytatta. Világos ugye megnyitási alapelveket, nem védegeti a D5 centrumgyalogot, hanem fejlődik huszára világos. Vezérüti D5 következett, a huszárüti D5 az pontosabb és jobb változat, ezzel ugye azonnal huszár C3-mal megtámadták a vezért, de természetesen ez is egy fő változat. Jött huszár C3, ugye vezér D6, itt több ugye főváltozat van, ez már a népszerűbb inkább, mint a másik az, hogy vezér A5, ugye a tábla szélére szokott menni még az a vezér. Manapság már inkább ezt a vezér D6-ot tartják, vagy részesítik előnyben a játékosok, akik ugye skandináv védelmet játszanak. Tehát hosszú sánca készül valószínűleg sötét, és a D8-a kerülő bástya és a D6-on álló vezér nagy nyomást fejt ki a D vonalon. Hát, hogyha világos ilyen szolidan visszafogottan játszana, hogyha nem foglalná a centrumot. Sok minden van, igazából az a másik tervit, hogy C6, hogy a vezérnek C7-en adjanak helyet, futót kirakni, F5-re huszár D7, E6, futó E7 és rövid sánc, tehát de hogyha engedik, akkor természetesen hosszú sánccal a D4, hogyha a D4-et lépne fehér, a D4 gyalogra nyomást gyakorolni. Itt ugye azonnal jött világos futó C4-jel, ugye folytatta a fejlődést, ugye hogyha itt C6-tal folytatta fekete, hogyha nem ezt lépni, akkor, hanem mondjuk E5-öt, akkor huszár G5-tel az F7 gyalognak a támadását próbálnám megoldani. Úgyhogy ez egy, ahogy mondtam, C6-tal folytatta az eredeti tervet, D4 következett, ugye világos aktívan elfoglalja a centrumot gyalogjával, huszár BD7. Igazából ennek az az értelme, hogy a huszár E5-öt védje ki. Itt futó F5-öt szoktak lépni, és futó G4-et, az jobb lépés. Tehát ez a huszár D7, ez egy pontatlan lépés, itt ki kell rakni a futót, ami C8-on most egy picit beragadt. Következett rövid sánc, huszár B6. Tehát a D5 pont megszállására arra játszik a huszárral, és ott hagyja az E5 pont. Ott hagyja egyértelműen, de most futó B3-mal ugye a futót elviszük, hogy ne üss el, és futó G4 következett. Kötés, ebből vezér D3-mal ugye kiment világos. Ugye most huszár E5 a terv egyértelműen, ugye az F7 pontot a futót támadni és a centrumba elhelyezni a huszárt, és utána futó F4-jel, ezért futóüti F3 következett, amire vezérüti F3, és itt most ugye érdekes, ez egy ugye gyalog áldozatot sejtett, itt ugye vezérüti D4, ha következne, nem merte leütni fekete a játszmában. Hát nem is ajánlatos. Igen. Hát óriási fejlődést kapna. D4-re. Világos. Ugye itt futó F4 jöhetne, ugye E6, hogyha kifejlődik, bástya AD1. Ugye most megnézzük, ugye hatalmas fejlődési előnye van fehérnek. Vezér C5, futó E3-mal még rosszabb helyre, A5-re zavarjuk ezt a vezért, és vezér G3-mal, ez az értelme, hogy nem engedi az F8 futót fejlődni, és akár még vezér C7-tel való
gúzsba van kötve, gúzsba volna kötve. Fekete állásba való betörés is elég erőteljesen fenyeget. Ha pedig Huszár BD5-tel ugye itt zárná tehát a centrumot, ezt leütné fehér a Huszárra, C-üti D5, és C4-gel rányítná az állás, D-üti C4, futóüti C4, és ugye most a futópárnak az ereje, és ugye a fejletlen fekete haderő miatt fehér itt egyértelműen jobban állna ebben az állásban, és ugye ezt nem merte felvállalni fekete. Hát igen, mert nincs elsáncolva, sem a bástyai, sem a futói nem játszanak, tehát itt már taktikai csapás. D-vonali, kell számolni. Igen, a két futó nagyon-nagyon aktívan áll, a vezérem nagyon jó áll, tehát mindfejnek már csak az F1 bástyát kell játékba hozni, és az összes tisztje támad, ugye feketének meg szinte egyik se. Tehát ugye ez több, mint egy gyalogot ér. Igen, igen, igen. Tehát jól tette Soros Gabi, hogy nem ütötte le a D4 gyalogot, mérgezett lett volna az a gyalog. Hogy folytatódott a parti? Hát ugye nem ütött, leütés helyett Huszár BD5-tel ugye próbálta, amit leütött a világos Huszár, visszaütött Huszárral, de ugye nem lett volna jobb a C6 gyaloggal? Ha C6 gyaloggal ütök, akkor is esetleg, akkor futó F4 jön megint tempóra, ugye a D5 gyalogot védeni kell, bástya egy, és C4-gyel ott is fel tudom szedni, ha nagyon akarom azt az állást. Tehát egy kicsit zártabb, de ott is nagyon jól áll fehér, és ott is fejlődési előnye van. Talán azért egy picit zártabb az állás futóan, és sakkok jöhetnek ott át, tehát az se kellemes, az biztos feketével. Fehér úgy próbálta, hogy esetleg ugye vagy fekete úgy próbálta az állást védeni, hogy nem a gyaloggal, hanem a huszárral üti, és ugye valahogy E6 futó, E7 és sánccal jön, de erre nem volt ideje. Ha lett volna, akkor nem is lett volna az állásában semmi gond. Igen. C4 az egy fantasztikus lépés, ugye elzavarja a jól álló centrum huszárt, ugye huszár F6-tal vissza kellett menni. B4 ugye nem jó, mert C5 a gyalogvilla. Igen. Vagyis hogyha B6-ra menne. Most bástya D1-gel megvédtük a D4 gyalogot, ugye most futó D5. D5 fenyeget, és futó F4 is egyben, tehát szörnyű nehéz jót lépni. Hát vezér D7-tel visszament, ami ugye megint nem fejlődött a gyaloggal, az F8 fúgyó ugye bent ragadt, és jött egy nagyon jó terv, futó A4, ugye aminek az átlóra való tétele, tehát az A4, E8 átlóra való elhelyezése, ugye azonnal D5-tel történő fenyegetést sejtett, és egyszerűen ez ellen nem tudott már mit tenni fekete. Én azt mondom, hogy gyakorlatilag vége van, természetesen még lehet lépni feketével, de itt stratégiailag nyerve van fekete, vagy fehér ebben az állásban. Elsáncolt hosszúra fekete, amire... Hát. Ami ugye egy kényszer lépés, itt a D5 is nagyon jó lett volna azonnal, tehát hogyha D5 következik, gyakorlatilag azonnal gyalogot nyer, hetett volna tehát fehér, mert ott egyszerűen vezér G4 az egyetlen lépés, nincs más lépés, és arra vezérüti G4, huszárüti G4, és leütöm a C6 gyalogot. Tehát ami a sima gyalogfor, futópár és sima nyerés lett volna, világos futó G5-tel folytatta, amire vezér G4 jött, és itt most egy nagyon érdekes ugye, taktikai áldozat jött, amit ugye fehér itt leszámolt, futóüti C6 következett, egy nagyon erős és nagyon jó lépés. Itt az lett volna az érdekes, hogyha leüt G5-re fekete vezérrel, és nem üti vissza a C6 futót, vezérüti G5-re a B7-et ütötte volna világos, és király B8-ra pedig futó A6 jöhetett volna. Vezérüti G5, nézzük meg, futóüti B7, király B8. A király C7-re
Hát arra vezér C6 sakk, igen. Futó A6 jönne, ugye amire vezér B7 mat fenyeget, bástya D7-tel kivéde, amire bástya D3 jönne, és gyakorlatilag a bástya B3 új figura játékba hozatala a támadásba, eldönti a küzdelmet, és azonnal feladás igen, lett volna. Bástya B3, sakra, király C7. Vezérbét, jaj. Hát ott gyakorlatilag igen, nagyon rosszul áll, úgyhogy ezért inkább a C6-ot ütötte vissza gyaloggal, erre pedig vezérüti C6, következett, és király B8-ra, ugye, mint már mondtuk, bástya D3 következett. Itt, ugyanezzel az ideával. Itt, hogyha megnézzük, ugye az új fenyegetés, bástya B3 fenyegetne, itt feladta a játszmát fekete, habár még huszár D7-tel egy picit védekezhetett volna, ugye, hogy huszár B6 jöjjön bástya B3, mert ez a vezér D5 nagyon erős lépés, amire király C8, és most megint egy nagyon-nagyon veszélyes és jó lépés H3-mal vissza zavarjuk, vagy elzavarjuk azt a királynőt egy nagyon rossz helyre, vezér E6, ne tudjon kifejlődni, vezér A8. Sakk jött volna, huszár B8, és bástya B3, mert ugye védhetetlen, ez a, vagy a vezér B7 mat, vagy a vezér üti B8, vagy a bástya üti B8, ugye király D7-tel menekülni kell, amire A7-re leüt a vezér, közbeiktatva ismét egy sakra, király E8, hát is bástya üti B8 után, ugye itt, ha jól számolom, a népszámlálás három gyalog előnye, plusz ugye H8 bástya, F8 futó, hát ez gyakorlatilag egyenértékű a feladása, úgyhogy emiatt nem is folytatta fehér ezt a játszmát, vagy fekete ezt a játszmát, és bástya D3 után már is ugye feladta. 18 lépéses idézőjeből, amire ugye beszélünk, villámparti volt, de nagyon-nagyon erőteljes és jó parti volt. Én úgy gondolom, hogy a D4 gyalogot talán meg kellett volna ütni, mert ott valami kis anyagi ellenérték lett volna a nagy támadásért, ugyanez következett, azzal a különbsége, hogy még anyagi hátránya sem volt. Világosnak a futőti C6 lépés pedig egy szenzációs taktikai csapás volt, ami ugye a fekete király a futó A4, a D5-ös áttörése, tehát a Lacinak a lépései olyan mély tervet sugaltak, ami bemutatta a sakk személyiségének az erős oldalait, tehát ez az aktív kezdeményező dinamikus játék, ami azért nagyon veszélyes. Hát igen, ő így játszik. Igen. És ez egy kifejezetten élvezetes jó parti volt. Tisztelt nézőink, műsorunk végén szeretnénk bemutatni a megelőző adásban közzétett feladatnak a megoldását. 1916-ban járunk, 100 évvel ezelőtt az első orosz sakkvilágbajnok, dr. Alekszander Aljehin játszotta ezt a partit, és pedig vakszimultánon, Odesszában. A leendő világbajnok a világos figurákat vezette, és egy Feld nevű katonaorvos volt az ellenfele, aki műkedvelő sakkozó volt. Az állásban az orosz nagymesternek villant a keze, vezér üt E6 következett. Aljehin azonnal észrevette, hogy erre az áldozatra ezt nem lehet elfogadni, mert arra hamarosan mattot kapna a sötét király, tehát király üt E6-ra, a király, ha leütnénk a vezért, akkor huszár G5 mattot jelentene. Királlyal F8-a sem lehet igazán elmenni, mert huszár G5 után a vezér F7 mat szinte védhetetlen, hát huszár E5, futó E5-tel még lehet egy-két lépés húzni, de a mat védhetetlen, ezért megkísérelte a menekülést, Feld doktor úr, király G6-tal. Aljehinnek ezek után egy új taktikai motívumot kellett észrevenni, amit vakszimultánban azért nehéz, mivel hogy vakszimultánon, amikor az ember vakon nézi a táblát, vagy látja a fejében a táblát, nehéz mozgatni a figurákat. Egy döbbenetes erejű lépés volt, ami a vezére hat után egy jobb horog után egy bal horog volt Feld doktor úrnak, G4 következett.
A G4 gyalogot semmivel sem lehet leütni, az F6 huszárral azért nem, mert a vezér miatt kötésben van, és az F5 gyaloggal sem lehet, mert a D3 világos mezejű futó az esetben sakkot adhatna a királynak, ezért G4-re nem lehet mást lépni. Húzott felt doktor úr a futóval igyekezett betömni az E4 pontot, futó E4-jel igyekezett elhárítani a fenyegető mattot, hiszen most, ha gyaloggal ütnénk be, még a futóval is vissza lehetne ütni, meg el lehetne még húzni a szenvedést egy ideig. A Jehin azonban jóval tovább látott, nyilván azonnal látta már ezt az állást, kiszámolta a vakszimultánon. Egy váratlan huszár H5-tel, vagyis huszár H4-jel mattot adott a királynak, és jól láthatjuk, hogy F7-re nem mehet a királya vezér miatt, G5-re és H6-ra nem mehet az F4 futó miatt, H5-re pedig nem mehet a G4 gyalog miatt. Sakk és matt. Aljehinről egyébként azt tartják, hogy ő volt az a sakkozó, aki a leghosszabb változatokat volt képes kiszámolni fejben. Nem csoda, hogy világbajnok lett, egy rendkívül szenvedélyes és erős taktikus jellegű sakkozó volt. Ő tartotta akkoriban egyébként a világ rekordot vakszimultánban, 21 első osztályú, illetve mesterjelölt és mestersakkozóval volt képes vakszimultánon megmérkőzni, és természetesen a partik nagy részét meg is tudta nyerni. Ennyi fért a mai adásunkba, köszönjük megtisztelő figyelmünket, viszontlátásra! Viszontlátásra!